Sziasztok, Ádám vagyok, a Tekkettő.hu-t nézitek, és az új Samsung Galaxy S6-ot látjátok a képen, amelyen az AnTuTu Benchmark programot fogjuk lefuttatni ezen videónkban. A legfrissebb 5.6.2-es verziónk van a készülékre telepítve. Itt láthatjuk, hogy Android 5.0.2-es verziónk van, annak is a 64 bites verziója, mivel ezt már támogatja teljes egészében a készülék. A Samsung által gyártott Exynos 7420-as processzor tartalmazza a telefon Mali T760-as grafikus gyorsítóval, illetve 1440x2560 pixeles kijelzővel. A telefon 3 GB RAM-mal rendelkezik, ebből 2698 MB-ot lát pillanatnyilag a készülék, és 632 MB szabad csak, ez mondjuk rendkívül kevésnek tűnik, maga a TouchWiz felület nagyon sok memóriát elfogyaszt, szóval megnézzük használat közül, hogy mennyire van befolyása esetleg a készülék sebességére. Ami fontos, hogy ez már LPDDR4 típusú memória, ami sebességben egészen gyors, a korábbi LPDDR3-as csippekhez képest gyorsabb. Memória kártyát nem helyezhetünk a Galaxy S6-ba, így be kell érnünk a 32, 64 vagy 128 GB tárkapacitással. Igaz, ezek névleges értékek, de mint látható, ez a 32 GB-os készülék, és nagyjából bő 24 GB érhető el szabadon. Ez egyébként egy megint csak korábbiaknál gyorsabb UFS 2.0 rendszerű memória csippekre épül. A processzorunk, ahogy mondtam is, az Exynos 7420-as, ez Cortex A57-es, illetve A53-as magokat tartalmaz, 4 ilyet, 4 olyat. Az A53-asok maximum 1500 MHz-es óra jelen üzemelnek, még az A57-esek az erősebbek 2100 MHz-es maximális óra jelen járnak, akár párhuzamosan mehet az összes egymás mellett. Amint látható, külön vezérelhető a sebesség. Ez természetesen maga a rendszer, illetve a processzor vezérli. A chip mellett van egy Mali T760-as grafikus gyorsító is, ezt az ARM gyártja. Ez hajtja meg az 5,1 hüvelykes 1440x2560 pixeles Super AMOLED kijelzőt. Illetve ha multi-touch tesztre ránézünk, megnézzük, hogy hány újat képes párhuzamosan kezelni. Ugye 5-öt igen, 6, 7, 8, 9 és még a 10. támogatása is megvan. Egyszer akár tehát 10 új vezérlésére is képes a kijelző. A hátoldalon a Samsung Galaxy Note 4-ben is megtalálható 15,9 megapixeles kamera van, 4K rögzítési képessége, még az előlapra egy 5 megapixeles kamera került. A beépített 2550 mAh kapacitású telep 51%-os kapacitáson áll pillanatnyilag, 32,6 fokos. Ahogy mondtam, Android 5.0.2 Lollipopunk van, a készülők támogatja a GPS-t, az AGPS-t, a Wi-Fi az 802.11a, N, B, G és AC szabványokat támogat, van Bluetooth 4.1-ünk, NFC-nk, illetve számos szenzor, gravitációs szenzor, RGB szenzor, mágnesesség érzékelő szenzor, giroszkóp egyaránt került például a készülékbe. Ha elindítjuk a tesztet, akkor az szépen lassan lefut majd. Ugye az AnTuTu egészen széles tempóban, illetve széles skálában teszteli a hardware, illetve maga az egész készüléket. Megnézi a processzort, a grafikus magot, a memóriát, a háttértárat, illetve még magát az Android rendszert is, tehát némileg az optimalizáltságnak is közel van a végső eredményre, illetve eredményhez. Ez igazából egy natív számítási teljesítmény fog tükrözni a végeredményben, tehát nem magát a készülék mindennapi használatban várható sebességét, hanem tényleg azt, hogy önmagában a hardware milyen tempóra képes. Emiatt nem igazán érdemes úgy összehasonlítani két készüléket, hogy mondjuk egy magasabb benchmark pontszám miatt az jobb,
teljesítményt nyújt mindennapi életben, mondjuk gyorsabban indul el a kamera, vagy hamarabb tölt be egy weboldalt, sokkal inkább magának tényleg csak a nyers hardvernek az összehasonlítására jó. Azt lehet tudni, hogy esetleg egy Snapdragon 801-es chippel, vagy egy Exynos 7420-as chippel szeret készülni közül a kettő, vajon melyik gyorsabb csak a számítási teljesítmény nézve. Nyilván természetesen egyébként jelen pillanatban az Exynos 7420 lesz a gyorsabb, hiszen két generációval újabb tulajdonképpen, mint a Snapdragon 801, amely még a Galaxy S5-ben volt megtalálható. A Galaxy S6 igazából minden fronton újított hardware szinten. Az említett Exynos 7420-as már 14 nanométeres FinFET gyártás technológiával készül, amely alacsonyabb hőmérséklettel jár működés közben és kevesebb energia felhasználással, miközben a teljesítménye nagyobb, mint a korábbi modelleké. Az LPDDR4 memória chip, illetve az UFS 2.0 NAND háttértár chip egyaránt gyorsabb, mint a korábbi modellek, és kevesebb áramot is fogyasztanak. Ennek köszönhetően várhatóan kevesebb lesz a fogyasztása a készüléknek. Időközben elindult a Mali T760-as készülék, illetve chip tesztje, egyelőre csak 2D-ben, és most indul a 3D, és megnézzük, nyilván egy csúcsmodellnek kiválóan kellene futtatnia ezt. És itt alul meg is próbálom közel hozni, hogy hát ha látszik, de kevésbé, igazából 40-50 FPS-sel megy ez a renderelés, ami mindenképpen pozitívum, nagyon szépen akadás nélkül. Itt láthatunk a sátornál egy pici villódzást, igazából valószínűleg valamilyen kis textúra hiba a Mali grafikus gyorsítóhoz, de ennek ellenére igazából akadás nélkül nagyon szépen jeleníti meg a tartalmat a készülék. Valószínűleg ennek megfelelően játékoknál semmilyen problémánk nem lesz még hosszú ideig, de igazából egy aktuális csúcsmodelltől pontosan ezt várjuk. Le is futott a tesztünk. Hát nézzük, jelentősen több pontot kapott a készülék, mint a listában lévő többi modell. 68.572 pontot. Ezzel nagyjából egy olyan 20%-ot ráver még a Samsung Galaxy Note 4-re, illetve Meizu MX 4-re is, nyilván a többi modellre még többet. Részleteket, ha megnézzük egyébként, itt láthatóak a különböző részpontszámok az AnTuTu benchmarkban. Ez volt tehát a Samsung Galaxy S6 okostelefon AnTuTu benchmark tesztje. Kövessétek továbbra is a tech2.hu oldalt, sziasztok!